Jó reggelt kívánok! Talán még emlékeznek, mert elég nagy feltűnést és némi fanyalgást is keltett, amikor tavaly Gyurcsány Ferenc és több pártársa néhány napra beköltözött a miskolci Avas lakótelepre. A Demokratikus Koalíció a média visszhangra való tekintettel most Avas programot indít. A tervekről Szűcs Erika volt szociális minisztert, a DK képviselőjét kérdezem, aki nem mellesleg 6 évig volt Miskolc alpolgármestere is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi az, ami önök szerint speciálisan lakótelepi probléma, és gondolom itt azért nem csak az Avasról van szó, és nem általánosságban szegénység probléma? Természetesen nem az Avasról van szó. Az Avas inkább azt lehet mondani, hogy egy nagyon jó gyakorló terep volt, hogy szembesüljünk azokkal a problémákkal, amelyek ma a lakótelepen élőket foglalkoztatják. Egyébként a Magyarországon mintegy 800 ezer lakás van lakótelepen, nem csak panelos, hanem más típusú lakótelepen, és legalább 2 millió ember él ezekben a lakásokban, tehát azt gondolom, nagyon sok embert érint. A dolognak az a lényeg, hogy nem most kezdődik a lakótelepek problémáival való foglalkozás, de mi úgy gondoljuk, hogy új megközelítések szükségesek ahhoz, hogy ne az legyen a helyzet, amit most tapasztalunk, hogy leállóban van a felújítási program, mert nincs rá pénz. A elemzésünk és a konzultációink alapján a benyújtott országgyűlési határozati javaslatunkban tudunk néhány olyan dolgot javasolni, amely többletállami források nélkül is új lendületet ad ennek a programnak, és azt gondolom, hogy erre szükség van. De egyébként most is vannak panelprogramok, meg panelfelújítási lehetőség, nem is annyira régen egyébként, éppen múlt héten volt nálam vendég az egyik illetékes, aki hosszan mondta, hogy mennyire komplex és jó lehetőségek vannak változatlanul. Mi az, amiben önök szerint egy új irányt kell kijelölni, vagy ami új forrásokat szabadít fel? Mindenekelőtt az, hogy eddig a lakótelepi probléma a rezsiköltségek nagyságának a problémájáért jelent meg, és a műszaki felújítás arról szólt, hogy a rezsiköltségeket csökkenteni kell. Többek között a szocialista kormányzás 8 éve alatt is, nem? Így van, pontosan, de mi arra szeretnénk felhívni ebben a határozati javaslatban a kormányzat figyelmét, hogy itt a probléma mélyebb és összetettebb, ugyanis a műszaki megoldások a lakótelepeken úgynevezett kényszerű üzemeltetési közösség hoznak létre. És ezeknek az a sajátossága, hogy a közösségbe történő bekerülés a tulajdonszerzéssel semmilyen módon nem kontrollált. Ugyanakkor, ha bármely... Bocsánat, hogy megállítom, csak hogy a nézők is tudjanak követni minket. Szerintem arra gondol, hogy mondjuk, ha valaki nem tudja fizetni a fűtésszámlát, akkor annak az egész lakóközösség, akár az egész ház vissza meg a levét. Pontosan ezt szeretném mondani. De erre, hogy most jönnek rá, és korábban, amikor önök voltak kormányon, akkor nem foglalkoztak ezzel a speciális problémával. Hát én azt gondolom, hogy senki sem születik teljes tudás birtokában, hanem ahogy halad előre az élet, jönnek a tapasztalatok, azokat kielemzi, és rájön, hogy van itt más probléma is, nem csak egyszerűen a műszaki megoldásoknak az elavultsága, hanem az üzemeltetés módja. Ezért a mi javaslatcsomagunknak az egyik legfontosabb eleme ennek az üzemeltetési közösségnek az újraszabályozása. Az egyik fontos eleme az, hogy amikor ebbe valaki tulajdonszerzéssel bekerül, tehát új lakó akar menni, akkor az információkat cseréljék ki, tehát legyen tudomása arról, hogy a közösség felé mennyi annak az előző tulajdonosnak a tartozása, vagy milyen a pénzügyi helyzet annak a közösségnek, ahová ő bekerül, hogy a lakóközösségek követeléseinek az érvényesítése egyszerűbb legyen a bíróság előtt. Ettől mitől lesz egyszerűbb, hogyha valaki egyszerűen nem fizet, hogy ne történhessen meg az, ami most valóban megtörténik, hogy egy bizonyos idő után mondjuk az egész házat megpróbálják lekapcsolni? Hát ez a dolognak az egyik része, hogyha van követelés, annak az érvényesítése ne évekre húzódjon el, és tegye lehetetlenné a közös üzemeltetés, de ennek a csomagnak van más javaslata is, például az átmeneti fizetési nehézségek áthidalására. Hogy 60 nap után például ne a szolgáltatásnak a korlátozása lépjen életbe, amely mondjuk víz esetén a nem hibás és fizető lakás ugyanúgy érinti, mint aki nem fizet, hanem például az előre fizetős mérőóráknak a felszerelése legyen a megoldás, hogy legyen egy garancia szövetsége ezeknek a lakóközösségeknek, amelyben összegyűjtött kicsi pénzek idővel lehetővé teszik, hogy a társasházak lakásszövetkezetek ne ellehetetlenüljenek, hanem ilyen kritikus helyzetben legyen olyan forrás, amihez nyúlnak, és ezt át tudják hidalni. Most például az egyedi mérőórák beszerelése, meg annak a rendszernek a kialakítása, ami lehetővé tesz, hogy egy lakást válasszanak le mondjuk például a vízről, és ne az összeset, az egy drága dolog. Az előbb
említette, hogy kevesebb pénz jut az ilyen típusú programokra, ez nem hangzik meglepően, mindenre kevesebb pénz jut. Hogyan lehetne erre forrásokat felszabadítani? Hát én úgy gondolom, hogy mindenek előtt még műszaki megoldásokat kell kialakítani, mert az elektromos áram esetében, vagy a gáz esetében az előrefizetős mérőóra az már létezik, a vízfogyasztás esetében még nem tudok róla, és azt gondolom, hogy a felújításoknak a forrás szükséglete abban az esetben, hogyha ezt az üzemeltetési kényszer közösséget újra szabályozzuk, akkor nem igényel több pénzt. Ugyanis a felújításokban nagyon szívesen belépnek a pénzintézetek, és belépnek a vállalkozások, akár a építőanyagforgalmazók, akár a kivitelezők. Erre van példa például az Avason, ahol egyetlen fillér állami és önkormányzati támogatás nélkül egy kiegyensúlyozott, fizetőképes családokból álló lakóközösség gyönyörűen felújította a 120 lakásból álló lépcsőházat. Na és mi a helyzet a nem annyira kiegyensúlyozott, nem kizárólag, vagy főleg nem fizetőképes családokból álló lakóközösségek? Ez egy nagyon fontos probléma, a javaslatcsomag erre is tartalmaz egy indítványt. Megítélésünk szerint kísérleteket kellene arra folytatni, vagy legalábbis ki kellene próbálni, hogy a támogatási rendszert alakítsuk át. Ma a lakók közösségek kapják a támogatást, független attól, hogy a felújítással milyen megtakarításokat tudnak realizálni, és milyen a fizetőképességük. Mi azt javasoljuk, hogy próbáljuk ki a szociális helyzet alapján történő támogatást, ugyanis körülbelül ott tart ma a panelfelújítás, hogy a kiegyensúlyozott családokból álló lakóközösségek azok elvégezték, akik meg hátra maradtak, azok neki se tudnak vágni, mert ott sokkal több a probléma, de hogy ez tovább tudjon menni, mert ez egy nemzeti vagyon. És ahogy fogalmaztak a résztvevők, még mielőtt az állam kifizetni a támogatást, már megtérül az energiaköltségek, a széndioxid kvóta felszabadulásában, tehát érdemes új megoldásokat találni, amelyekkel azok is be tudnak lépni, akik eddig a jelenlegi támogatási rendszer sajátosságai miatt kimaradtak ebből. Reméljük, így lesz. Köszönöm szépen, hogy elmondta az álláspontjukat. Köszönöm szépen a lehetőséget.